Esküvői tánc, mennyasszonyi torta, karikagyűrűk, dekoráció, mennyasszonyi ruha. Egy esküvő nélkülözhetetlen kellékei. A szervezők igyekeztek egy helyen felvonultatni a szolgáltatókat, akik segítenek a nagy napot felejthetetlenné varázsolni. Szél Viktória és párja idén májusban tartja az esküvőjét. A legtöbb dolgot már megszervezték, a szolgáltatók többségét lefoglalták. A kiállításra még néhány ötletért jöttek. Még egy-két dolog apróság hiányzik, úgyhogy jöttünk egy kicsit körbelesni, hogy mi az, amit még lehetne, mi az, amit elfelejtettünk, vagy mi az, amire nem is gondoltunk még sose, hogy ilyesmi is lehet. Ajándékok, esetleg a vendégeknek ilyesmit, inspirációt sikerült egy kicsit gyűjtögetni. Milyen menyecskeruhát sikerült itt ellesnem egy fazont, ami mondjuk tetszene. Több pár az esküvő kiállításon választotta ki a karikagyűrűt, aminek elkészítése 4-6 hetet vesz igénybe. A szakemberek segítenek az egyéniséghez illő darab kiválasztásában. Az árak emelkedtek, de a házasodni készülők erről nem mondanak le. Annak ellenére, hogy itt is nagyon befolyásolta a infláció a árakat, de én azt hiszem, hogy az emberek még mindig belássák, hogy a arany az egy nagyon-nagyon jó befektetés. Az egy örök érték, ami egy egész életen át viselnek. Az a célunk, hogy úgy választanak karikagyűrűt, hogy szerelmesek legyenek belé, hogy azt imádják, mert ez nem egy olyan dolog, egy olyan ékszerszett, amit 30 évesen, 40 évesen lecserélek. Az a célunk, hogy ők együtt maradjanak, a végtelenség jelképe, a karikagyűrű, és hogy ezt egy életen át örömmel viseljék. Tekintes, hát én ott varanál, állapozó hindukálom. Adela Jancsárová az idei év mennyasszonyi ruhatrendjét mutatja. Több mint 100 új modellt hozott a kiállításra, amit sokan fel is próbáltak. V tomto roku sú rôzne trendy, jednak si berú šaty buď úplne jednoduché, niečo na ten štýl, ako sú tieto, že šifón, bez zdobenia, bez čipky, vôbec nič, alebo naopak viacej nazdobené, čipkované, zahalené. Ideálne je, keď ja neviem, 3-4 a 6 mesiacov dopredu si vytipujú šaty, vyberú a potom najneskôr 2 mesiace pred samotnou svadbou si prídu zobrať miery a zajednávajú si šaty, do jedného mesiaca sú ušité a potom už ich len doladíme. Az esküvői szolgáltatók az egyedi kéréseknek is igyekeznek eleget tenni. Vannak, akik különleges helyszínen képzelik el az esküvőjüket. Fábrik Nóra az ilyen kívánságok megvalósítását segíti, 25 éve külföldi esküvőket szervez. Egyre népszerűbbek a külföldi tengerparti esküvők különösképpen, de nem csak tengerparton, hanem akár Amerikában, Las Vegasban is szervezünk esküvőket. A legkedveltebbek sokak által ismert egzotikus helyszínek, Mauritius, Seychelles-szigetek, Maldív, de Európán belül Ciprus is népszerű. Nagyon sokan azt gondolják, hogy rengeteg papírmunkával jár egy külföldi esküvő. Ez egyáltalán nem igaz, mert a legtöbb helyen születésanyagkönyvi kivonat és családalapotig az lesz szükséges hozzá, ugyanúgy, mint itthon is. Magyar nyelvű asszisztencia is rendelkezésre áll, úgyhogy nincs mitől tartani annak sem, aki nem beszél nyelveket. Letisztult vonalak, természetközeli színek, csillogó pompát tükröző asztalok, romantikus dekoráció, minden jegyes pár kiválaszthatja, ami neki tetszik. Rengeteg érdeklődés volt ez a letisztult dekorációkra, és idén is úgy néz ki, hogy eléggé megszorítsa embereket, hogy nem az a túlzott pompa, hanem inkább visszamennek ebbe a natúr letisztult dolgokba. Az esküvők szervezését eddig a koronavírus járvány nehezítette. Most úgy tűnik, minden visszatér a régi kerékvágásba. Jelenleg nem a korlátozásokkal, hanem a költségek folyamatos emelkedésével kell megküzdeni. A költségek olyan minimum 10%-a jelenleg nőnek, mert a jelentős részét a virága örömeli, és az alapanyagok a ételhez. Relatív dolog, hogy most mibe kerül, és nyáron körülbelül mibe. Most is magyaráztuk a pároknak, hogy konkrét árajánlatot senkitől se fognak kapni, hogy júniusban az ennyibe fog kerülni. Most valaki megcsinálja árat, és esküvő előtt egy-két héttel azt át kell számolni. A szolgáltatók szerint az esküvők iránti érdeklődés megvan. A szakemberek azt tanácsolják, akik esküvőt terveznek, ne habozzanak, mert a költségek folyamatosan nőnek.